A Sardinia Rally jelentette a WRC szezon idei hatodik futamát. A nehéz versenyen Timo Sunninen kezdett a legjobban, senki sem tudta tartani a finn fordos pilóta tempóját. A második szakasz jelentette a végállomást Sunninen csapattársa Esa-Pekka Lappi számára, aki alatt megállt a Fiesta. A műszerfalon felvillant egy hibaüzenet, a pilótának pedig félre kellett állnia. Kedvező rajt pozícióját kihasználva azonban végül mindenkinél gyorsabbnak bizonyult pénteken Dani Sordo. A spanyol pilóta március óta először állt rajthoz, és az első nap 6 szakaszából 4-et is megnyert, így 17 másodperces előnnyel állt az élen. Pórul járt viszont Kalle Rovanperä, aki szombaton odaütötte a Toyotát egy fához, így véget ért számára a futam. Mivel a shakedownon is hibázott, egy verseny alatt kétszer törte össze a Yarist. Thierry Neuville szombat reggele izgalmasan alakult, vitt magával egy extra pótkereket, ami nem bizonyult tökéletes döntésnek, de az utolsó szakaszon jobban ment, mint Sébastien Ogier, aki addig gyorsabban autózott nála. A franciának gondjai akadtak a motorral, többször is használnia kellett a kuplungot, hogy ne fulladjon le a Toyota. A két délutáni szakaszt azonban már Ogier nyerte, addigra ugyanis elhárult a technikai probléma. Mindebből és a bajnoki címért zajló küzdelemből kimaradva továbbra is Sordo vezette a futamot, akinek csak az elkopó gumijai miatt kellett aggódnia, de nagyon azok miatt sem, hiszen az előnye már fél percre hízott. Az egyik vasárnapi szakasz arról volt híres, hogy a sziget egyik legszűkebb gyorsaságia, ezt pedig a Toyota fiatal japán pilótája Takamoto Katsuta is megtapasztalta. Hátra volt még a Power Stage. Alvin Evans eddigre már nem volt harcban a győzelemért, viszont azt remélte, hogy így is a tabella éllovasaként távozhat Sardiniáról. Ahogy a futamon, úgy ezen a szakaszon is negyedik lett, ezzel két extra pontot vihetett haza. Sébastien Ogier megnyerte az utolsó előtti szakaszt, de a világbajnoki harcban minden extra pontra szüksége volt. Thierry Neuville viszont már tudta, hogy az autója nagyon jól működik ezen a gyorsaságin, itt akarta megszerezni a futam második helyét, ezt pedig meg is csinálta. A Power Stage-en második lett Oit Tanak mögött, Ogier-t is megelőzte, úgyhogy életben maradtak a bajnoki reményei. Sordo péntek reggel óta vezette a futamot, és már tavaly is nyerni tudott itt. Igaz, akkor Tanak idővesztesége is kellett hozzá a legvégén. Ezúttal viszont kétség sem férhetett ahhoz, hogy megérdemelte a győzelmet. Nagy eredmény volt ez a Hyundai számára, hiszen a csapat kettős győzelmet aratott Sordoval és Neuville-lel. Az említett első 4 helyezett után Timo Sunninen és az M-Sport végzett az 5. helyen. Az egyéni pontverseny állása egyre szorosabb, de még mindig Evans vezet, Neuville már a harmadik, míg Ogier a második helyen áll. WRC Plus on all devices, WRC Plus all live.